ellenzéki médiabirodalmat építene Tarjányi Péter. Hogy talpon lehet-e maradni Simicska Lajossal és Orbán Viktorral szemben, arról őt magát kérdezzük. Még talpon van, mert megérkezett hozzánk, lábon jött, leült. Jó estét kívánok! Biztonságpolitikai szakértő, sok kötetes író, média mogul? Hát még ott nem tartunk, hogy média mogul legyek, de ugye a médiában voltak nekem cégeim, és igazán itt a nézők számára egy kicsit tisztálásanak. Ugye leginkább engem mindig biztonságpolitikai szakértőnek látnak, vagy íróként, de van egy nagyon komoly üzleti múltam, és ugye leginkább én nem biztonságpolitikából értem sohasem, hanem vannak cégeim, és ezeken a cégeken keresztül. Ez magyarázza a pofátlan kérdésemre, amit még fel sem tettem, a lehetséges válasz. Ugye a médiacégek súlyos 10 és 100 milliókról szólnak jobbára. Joggal merül fel a kérdés. Miből? Indítottam már médiacégeket, úgyhogy ilyen szempontból ezekből a cégeimből. És ilyen módon pontosan tudja, hogy ez mennyibe kerül, így van. És én azt gondolom, hogy a miből mellett nyilvánvalóan most fontosabb az, hogy miért indít az ember egy ilyen helyzetben. Hát és először az a fontos, és akkor jön a következő kérdés, hogy hát és igen. A miért? Jó, akkor maradjunk a miértnél. Ez egy ellenzéki médiabirodalom lenne? Én azt szeretném, hogyha elsősorban a hitelesség és a pontos, precíz tájékoztatás lenne az első. Hát akkor ellenzéki, jó, akkor ma este, ez ma ezt jelenti Magyarországon. A vendégeit hallgatva, egy picit előbb értem ide, ha végigpörgetik a nézők, hogy az utóbbi fél órában hányszor hangzott az el, hogy jó lenne, hogyha az emberek hitelesen lennének tájékoztatva. Hogy az elmúlt 2 évben mit éltünk át a médiában, milyen változásokat, a TV2, a Népszabadság eltűnése, múlt héten ugye az megyei lapok. Tehát én azt gondolom, hogy ebben a témában az, hogy egyáltalán a demokratikus ellenzék lépni tudjon valamit, az, hogy a szélsőségesek ellen lépni tudjunk, az, amit látunk egyébként egész Európában, a szélsőségesek előretörését, az, hogy Magyarországon is látjuk ezt, az, hogy pillanatok alatt jelennek meg olyan kampány elemek kint az utcán, itt most gondolok például erre a lopj történetre, amiben olyan hátterű emberek nyilatkoznak ebben a kérdéskörben, például most itt konkrétan Simicska Lajosra gondolok, akinek én azt gondolom, hogy azért az elmúlt 20 évre vonatkozóan lenne mi elszámolnia. És az, hogy lassan ott tartunk a félretájékoztatás miatt, hogy ahogy a bejátszásban is hangzott és hallhattuk, hogy Simicska Lajos egyfajta Robin Hoodként szerepel majd, hogy nem az ellenzék oldalán. Én azt gondolom, hogy ez mind-mind azt mutatja, hogy valahogy rossz a tájékoztatás itthon, és egy nagyon-nagyon komoly félretájékoztatás. Hát ugye ez a plakát, ez a Jobbik, és Simicska Lajos meg leginkább a Jobbik oldalán szerepel a jelek szerint egyfajta Robin Hoodként, bár ugye a Jobbik is ma ellenzéknek számít Magyarországon, ez kétségtelen. Azon gondolkozom, hogy pont azért, amit mond. Van egy nagyon erős kormánypárti nyomás a médiaiparon. Vannak egészen furcsa opciós szerződések, amikre az embernek irányílik a szeme, hogy na hát ezt hogyan? És hogy nem tudta ezt senki a TV2 esetében, amit már jól elfelejtettünk, pedig ugye ott is volt egy Simicska-féle opció, meg volt egy Andy Vajna-féle opció. Volt, abszolút, így van. Én azt gondolom, hogy ebben a kérdéskörben nem elfogadható, hogy tulajdonképpen nem csak a társadalmat, de az újságírói társadalmat is átverik a tulajdonosok. Az, hogy ezek a helyzetek és ezek az akciók, most nevezzük így, megmutatták, hogy az újságírók mennyire kiszolgáltatottak. Én azt gondolom, hogy ebben nekem dolgom van. Nem csak azért, mert nem bírom a szélsőségeseket, egyszerűen tudomásul kell venni, hogy nem bírom a hazugságot sem, tehát, és én nehezebben felejtek, ezt is felvállalom, mint egy átlagember. Én pontosan emlékszem a 2010 és 2014 közötti időszakra, pontosan tudom, hogy egy opciós szerződés, amit 2014 januárjában vagy februárjában aláírnak, az Index kapcsán ugye ezt hallhattuk, az nyilvánvalóan nem aznap reggel töltődött ki, hanem a mögött hosszú-hosszú hónapok munkája. Álljon meg itt egy pillanatra. Simicska Lajoshoz kötjük az Indexes opciós szerződést okkal, meg a TV2-s opciós szerződést. Mind a kettő 2014-es történet, a választások előtti időszakra. Igen. Amikor még Orbán Viktorral ők kifejezetten jó viszonyban voltak. Ez volt a mesterterv? Én azt gondolom, hogy azt nem látják nagyon sokan, és adott esetben én ezt felvállalom, hogy az újságírók sem, hogy nyilvánvalóan itt volt egy előre lejátszott, kidolgozott terv. Az, hogy múlt héten, és azért kapaszkodjunk, a dátum 2017. április, hívódik le egy olyan történet, aminek egyébként az alapjai 2013-ban indulnak, és 2014-ben íródik alá. Hát milyen játszma van e mögött? És ezt hogyan tudták emberek tucatjain átvezetni egy szerkesztőségben? Akkor itt csak annyi történik, hogy közben összeveszett a két kitaláló, Orbán és Simicska, és ettől most más irányú az Index sorsa, meg más irányú a TV2-é? Nézze, az, hogy milyen irányultság van, ez egy nagy kérdőjel, és itt van a felelőssége a tulajdonosoknak. Pontosan azt látjuk, hogy egyik pillanatról a másikra tud egy sajtóorgánum, egy televízió váltani, mondhatjuk a TV2-t, de azért ne felejtsük már el a Hír TV-t sem. Tehát azért 2002 és 2015 között valahogy egy picit más volt a hangja. Azért mondom, én elég jól emlékszem a dolgokra, és szeretném, hogyha a nézők is emlékeznének, és én ezért szeretném azt, hogyha egy újságot elindítva ezekre a dolgokra tudnánk. Ez újság lesz, vagy internetes újság? Internetes, print, vagy nem. Internetes újság, és emellett építkezem tovább, és igen, szeretnék még cégeket, szeretnék egy ilyen politikai jellemző szellemi holdudvart is létrehozni. Egyszerűen azért, mert válaszokat kell találni. Vásárol vagy újat hoz létre? Vásárolni szeretnék elsősorban, folynak a tárgyalások még. Az internetes újság az már indult, tehát hogy tulajdonképpen itt a fejlesztések és a szerkesztőségi rendszer indítása megtörtént. És tényleg szeretném azt biztosítani, hogy ne fordulhasson az elő, mint ami a Népszabadságnál megtörtént, hogy egyszer csak kirántják az újságírók lába alól a talajt, és nem tudnak hova menni. Szeretném azt, hogyha az Indexnek is lenne valamilyen szempontból egyfajta mentőre. Szeretném... Beszélik, hogy lesz rádiója? Ebben is gondolkodom. Itt is vannak lépések, de erről még nem akarok. Alapít vagy vesz? Veszek, hogyha lehetséges. Van olyan rádió a piacon, amit nem kell átalakítani ahhoz, hogy értelmes döntést legyen megvenni egy politikai rádióként? Nyilvánvalóan a rádiót át kell valamilyen szinten alakítani, ennek az elején vagyunk. Én azt hiszem, hogy az elkövetkező egy, másfél, két év, három választásunk lesz, hogyha végig gondolja. 2018-ban egy országgyűlési választás, 19-ben ugye egy önkormányzati és egy Európa-parlamenti választás. Nem véletlen, hogy az elmúlt években ilyen szisztematikusan lett egy Simicska terv alapján, Simicska-Spéder terv alapján lehúzva, lezúzva ez a fajta média háttér, és az a fajta hiteles tájékoztatás, amiben tényleg nézünk bele a világba, és szeretnénk valójában tudni, hogy mit történik. Kimondhatjuk a rádió nevét? Még vagy találgatni érdemes? Még ne találgassunk, és nem szeretném kimondani. Már nézzük, találgatnak. Tegyék, igaz? Így van. Mikor indul mindez? Július 1-ével indul az internetes portál. A rádió nyilvánvalóan működik, tehát hogyha ott a tulajdonossal meg tudok állapodni, akkor nyilvánvalóan ott lesz egy átkonfigurálás, átgondolása a dolgoknak. Ott nyilván ez folyamatban van, és ez megy, és hát nyilván akkor ott folyamatosan fogjuk ezt építeni. A szellemi holdudvar építése és ez a fajta tanácsadói rész pedig már megvan úgy szintén, és ez is majd el fog indulni. A médiamágnest hívhatja az ember még biztonságpolitikai ügyekben? Természetesen igen. Hát akkor számítunk erre. Köszönöm szépen.